Köszöntöm a Kölcsér televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. 3-0 nyert Zalaegerszegen, és élre állt az NB2-ben a Kisvárda Masterwood. Magyarország-Dánia válogatott rögbi mérkőzést rendeznek Mándokon. 8 pontos vereséget szenvedett a Tiszaújvárostól a Nyíregyháza Blue Sharks. Regionális edző és utánpótlás központ címet kapott a Nyírbátori Ase. 5 forduló után is pont nélkül áll a Szuperligában a Nyíregyházi Teke Klub. Listavezetőként tölti a bajnoki szünetet a Kisvárda Masterwood, miután Révész Attila együttese a labdarúgó NB2 legutóbbi fordulójában 3-0-ra győzött Zalaegerszegen. Másabb játékot választottunk, mint az elmúlt időszakban. A siker mégis magabiztosabbnak tűnt. Ennek ellenére nem volt az ilyen könnyű mérkőzés. A játékunkon azért kellett alakítani, mert az Zalaegerszegi legutóbbi 2 mérkőzésünkön nagyon nagy labdabirtoklási fölényünk volt, mégis vereséget szenvedtünk. Most viszont egy picit visszabáltunk, és mélységből próbáltunk meg feljutni a kapujukhoz, mint az első félidő eredménye mutatja, ez nagyon hatásos volt. A másodikban pedig vártuk, hogy 3-0 után kockáztatni fog az Zalaegerszeg. Ezt nem tette meg, és egy kicsit ellaposodott a mérkőzés, de mi nem akartunk többet. Nekünk a 3-0 az megfelelő, ugye 3 pontot eredményezett, és nyilván ez nem szurkoló barát második fél idő volt, összességében ezért azért nem kesergek. Tulajdonképpen olyan mérkőzésen nyertünk most, amely valóban rangadónak volt mondható, és hát az meg is úszpony, hogy még ezzel fel is kerültünk a tabella elére. 2 hét szünet van most a válogatott meccse miatt, ilyenkor jól nézegetne a tabellát, de hát gondolom ez inkább inspirál még több munkára benneteket. Mivel telik ez a 2 hét? Természetesen sokkal több pozitív töltet ilyenkor, mint a vereség után. Ezen a 2 héten most a bajnokság közepét hagytuk el. Nagyon komoly állóképességi fejlesztésen fogunk most keresztül menni. Több olyan játékos van, akik az utóbbi időben kevesebbet szerepeltek, és még szeretném, hogy egy-néhány játékosunk elsősorban a védelembe nagyobb támogatást tudjon adni a középpályának a támadások során. Ezért még számukra külön speciális edzéseket is fogunk vezényelni. Mindenképpen szeretnénk többek lenni a hátralévő 8 fordulóban, amely egy nagyon nehéz véghajrát hoz magával, és azt azért látnunk kell, hogy ez a mérkőzés egy picit az óvatosságból indult. A következő mérkőzésen viszont dominálnunk kell lesz, ahogy eddig is tettük, és a dominancia mellett kell majd megtalálni azt a helyes védekezési formát, amely lehetővé teszi, hogy ne kapjunk gólokat, illetve helyzeteket se tudjanak ellenünk kialakítani, ugyanakkor eredményesek is tudjunk lenni. A eredmények ismeretében a következő mérkőzéseken jön a Mosó Magyaróvá, megyünk Siófokra. Biztos vagyok benne, hogy ezek a csapatok be fognak állni védekezni. Ennek a masszív védelmnek a áttörése azért nem olyan egyszerű. Mindenképpen szükség van a hátvédeknek a segítségére, akár a széleken, akár a pontrugásoknál középről, és ez bizony egyfajta kockázatot jelent. Na most hosszú távon csak a domináns csapatok tudnak érvényesülni, mi ezt a játékrendszert, illetve az is kialakítottuk már a múlt szezonban. Sikerült fejlesztenünk, a hátralévő 8 fordulóba szeretnénk tökéletesíteni, ami természetesen nem könnyű. Én bízom benne, hogy meg tudjuk a helyünket erősíteni ezen a élmezőn környékén, még ha nem is leszünk elsők, én azt gondolom, hogy a tavaszi szezonra egy olyan pozícióból indulhatunk, ami bátor gondolatokra enged majd következtetni. Szezon elején a tavainál pici szerényebb célokat célzott meg a csapat, vagy tűzött ki a csapat, most viszont már mindenki úgy könyveli a Kisvárdát, mint a feljutás egyik esélyesét. Jelente esetleg ez valamilyen nyomást játékosokra, amit külön kezelni kell? Nem, hál' Istennek nem. Én úgy gondolom, hogy mi a realitás talaján éljük a mindennapjainkat. Ezt az eredményt azért nem a mostani szezonban értük el, azért mi szép lassan, szisztematikusan építkezünk, egy olyan utat választottunk ezelőtt 6 évvel, amelynek ez az eredmény köszönhető. Tulajdonképpen azt, hogy menet közben posztokra igazoltunk játékost, az igazol minket. Gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy minden szezonban, ha bár a tavalyi és tavaly előttiben minőségi játékosok is távoztak tőlünk, gondolok a Kosztára, aki azóta alapember ugye a Honvédban, a Májki nagyon nagy hiányzója a csapatunknak az MTK-ban, Palér Ozorik, és kiesett egy meghatározó játékosunk a Délceg, sőt azért szezon közben a Bagi kiesése is nehezen volt kezelhető, és azért Békés Csabán most szintén meghatározó. A helyükre kellett olyan futballistákat beépítenünk, akik tudják őket pótolni, illetve tudnak segíteni a játékrendszerünknek. Ez a fajta tudatosság azért már ez fellehető volt, és
érezhető is a mostani játékunkon. Ezen kívül azért most vannak minőségi futballistáink. A hátvédsorban azokat a egyéneket, akik magukban hordozták az egyéni hibákat, ezáltal több gólt kaptunk tavaly, azokat sikerült kicserélnünk, és most az a fajta magabiztosság érződik is, amit elvártunk volna a korábbiaknál, és mutatja, hogy az elmúlt 5 meccsen, ami 491 perccel olvastam, nem kaptunk gólt, ami természetesen nem csak a védelemnek, hanem az egész csapatnak a sikere, mert azért az első vonaltól megfelelően és agresszíven védekezünk. Ugyanakkor azok a sztárjátékosok, mondhatom, hogy talán akik korábban nem voltak ennyire alázatosok, mint a Gosztonyi, esetleg a Grumics, azok beálltak a sorba, és teljes mértékben alárendelik a csapat érdeknek magukat. Adott esetben ötödik emberként védekezik a Goszi, a Grumics pedig visszajön középpályára a belső területet lezárni, és ebből van még elejük egy 60-70 méteres sprint után a kapuhoz is fölé. Ezt bebizonyították most a legutóbbi mérkőzésen, úgyhogy nagyon-nagyon elégedettek vagyunk velük. Én azt gondolom, még ennek ellenére tudunk majd fokozni ezen a játékon, és kell is, mert azért a hátralévő időszak nehéznek ígérkezik. Új sportág mutatkozik be október 8-án a megyében, Magyarország-Dánia válogatott rögbi mérkőzés rendeznek Mándokon. Az Európa-bajnoki selejtező 14 órakor kezdődik a Város Sportcentrumában. Európa egyik legrégebbi csapat sportágáról beszélünk, ami Angliában indult a hódító útjára, és azért tudni kell erről, hogy a világ legnépszerűbb sportága, a csapat sportága a klasszikus angol rögbi a labdarúgás után, sokszor azzal vetekedve. És azért gondoltuk azt, hogy a Magyarország-Dánia Európa-bajnoki mérkőzést idehozzuk ebbe a régióba, mert itt nincs rögbi. Viszont tőlünk karnyújtási Ungváron van, Kárpátalján van, tehát Budapest és Kárpátalja közé szorulva Szabolcs-Szatmár-Bereg megye igazán alkalmas terület arra, hogy ezt a sportágat megmutassuk egy ilyen kiváló eseménnyel, egy fesztivál keretében, és utána pedig, ha van itt kedve az itt élőknek, akkor el is tudjon indulni itt is hódító útjára. Hol van most a rögbi, magyar rögbi Európa térképén, és hová szeretné eljutni? Több mint 40 országban űzik a rögbit versenyszerűen, ebből Magyarország a 7-es tekintetében, úgy, mint a 15-ös tekintetében is a középmezőnyhöz tartozik. Az a célunk, hogy első lépésként az első 20-ba vezessük a csapatainkat, és onnan lehetőség szerint az első vonalba a nagy rögbi nemzetek mögé szépen lassan felsorakozunk. Ez megvannak a lehetőségeink, az, hogy a kormányzat is most már, mint olimpiai sportág a rögbi mögé állt, olyan infrastruktúrális fejlesztések, olyan szakmai fejlesztések is lehetnek, hiszen most már adott a lehetőség, hogy Velszi edzővel, Ricsi Williams-szel dolgozzunk, aki azt gondolom, hogy nagyon jól képzett és motivált fiatalember, egészen odáig, hogy el tudjuk indítani, vagy még jobbá tudjuk tenni az iskolai rögbit, ennek a sportának a társadalmasítását, úgyhogy minden lehetőség adott, hogy kibontakozzunk. Ha akár ennek a válogatott meccsnek a hatására itt a régióban, a megyében, egy településen úgy gondolják, hogy szerveznek egy rögbi csapatot, számíthatnak a szövetség segítségére? Természetesen, már most is fogunk hozni magunkkal labdákat ajándékba. Mondok egy nagyon érdekes dolgot. Én jó magam is, ugye 5 gyerekem van, mindig sportol. Tehát a sport a számomra egy alapfeltétel a gyerekek nevelésének, és nagyon régóta egy bőjtajtjának az alapítványával kapcsolatban, oda ugye foci és egyéb más kézlabdákat, mert nem tudom, mit szoktunk rendszeresen ajándékba vinni. És múltkor, mióta a rögbiszövetség elnök, legutóbb vittem rögbilabdát is. És a Szováta járváz udvarán, amikor kiborítottam a zsákból a labdákat, a legnagyobb meglepetés a rögbilabdára vetették rá magukat a gyerekek, és elkezdtek rögbizni. Tehát ezzel csak azt szeretném mondani, hogy bár azt gondolja az ember, hogy ez egy kevésbé ismert vagy elhagyatott sportág, én azt gondolom, hogy izgatja a gyerekek fantáziáját, hiszen gyerekkorban játsszák az Acce király katonát című játékot, ez sem más, csak egy labdával ki van egészítve, és azért megvannak azok a szabályok és tudás, amivel ezt a stratégiai sportágat űzni lehet. Október 8-án Magyarország-Dánia válogatott rögbi mérkőzés lesz Mándokon. Mit kell tudni jelenleg a magyar rögbi válogatottról? Hol áll ez a sportág Magyarországon, és hol áll a válogatott? Jelenleg az európai színvonalnak a második felében állunk, de jelen nagyon kemény munka folyik abban, hogy feljebb jussunk, és fejlődjék a magyar sportág. Próbáljuk terjeszteni a rögbit országi részében, ahova még nem jutott el jelenleg Kelet-Magyarországon. Edzői munka, jelenleg egy Velszi edzővel dolgozunk, nagyon remek színvonalon, magam is volt esélyem dolgozni vele.
jól tudja a dolgát, és nagyon sikeresen fejleszi a játékosokat a tudást a sport iránt. Milyen tulajdonságok szükségesek ahhoz, hogy valaki jó rögbi játékos legyen? Hála égnek, ez egy nagyon nyitott sportág. Lehetünk akár alacsonyak, magasak, ügyetlenek. A lényeg az, hogy csapatszellemben tudjunk dolgozni, ez a rögbinek az alapja, a mentalitás. Ha együtt tudunk dolgozni, akkor a leggyengébb is hasznos taggá lehet a csapatban. Te jelenleg hol játszol? Jelenleg Németországban játszom, SC Neuenheimban, a német első osztályban. Ez egy amatőr csapat, viszont remek lehetőség nyílik számomra megnézni, hogy milyen is máshol a rögbinek a kultúrája, a fejlődése és a maga a színvonal. Milyen körülmények várják majd a két csapatot Mándokon? Úgy gondolom, hogy a településnek, Mándokvárosnak egy óriási megtiszteltetés és öröm, hogy egyáltalán ezt a sportágat itt tudjuk népszerűsíteni. Minden feltétel technika adott ahhoz, már voltak lent a múlt héten, leegyeztettünk, hogy itt meg tudjuk rendezni az ingyenes rögbi meccset, és az, hogy válogatott meccs Magyarország-Dánia, ez azt hiszem, hogy itt nálunk egy történelmet fog írni. Milyen az érdeklődés a mérkőzés iránt? Nagyon nagy visszhangja van. Egyszerűen elsőbet nem akarták az emberek elhinni, hogy igen, itt Mándokon, és mivel tényleg 2010-ben egy csodálatos kis stadiont adtunk háttal, annak idején még a Buzánszky Jenő bácsi és a Tőkés püspök úr avatta fel. Azóta edzőpályát kezdtünk, nem csak a centerpályánk van meg, van olyan öltözőnk, ami a felső része, a felső szint is be van rendezve, és most például, hogy a kadétok, az U16-os, ez olyan 80, majdnem 100 fő, őket is el tudjuk látni, a dánokat alul a rendes öltözőnkbe, úgyhogy minden technika, minden feltétel adott abba, bízunk, hogy jó idő lesz, és nagyon sokan fognak kilátogatni, mivel ingyenes. 8 pontos vereséget szenvedett hazai pályán a Nyíregyháza Blue Sharks. Siska János együttese Tiszaújvárost fogadta, és a vendégek 73-65-ös győzelemmel távoztak a Continental Arénából. Nem vagyok elégedett a csapat teljesítményével, nem úgy harapunk hazai pályán, ez az előző békés meccsen is úgy kezdődött, nem tudunk egyszerűen felpörögni, nem ezt vártam a csapattól. Elmondtuk az öltöző a fiúknak, hogy hogy kezdjük el a meccset, mi vagyunk hazai pályán, keményen kell kezdeni, mégsem így történt, nem tudom miért, mi az oka. Meglehetősen hektikus meccsen szenvedett vereséget a csapat. Te hogy láttad bentől? A végén volt győzelmi esélyünk, és miért nem sikerült? Rendkívül csalódott vagyok, mert így veszítettük el a mérkőzést. Én úgy gondolom, hogy beleszürkültünk a Tiszaújvárosnak a játékába, illetve elkövettük azokat a hibákat, amiket ki akartak ők kényszeríteni a letámadó zónájukkal. Volt egy holdpontunk, azt hiszem 4-5 percig nem dobtunk kosarat, ez semmiféleképpen, tehát ez nem megengedhető egy meccsen. Ott kellett volna koncentráltabban játszani, egy pár biztos kosarat dobni, és mikor visszavettük a vezetést, akkor pedig én úgy érzem megállt a csapat, és újra elkezdtük játszani azt a ritmust, amit a Tiszaújváros diktált, ez nekik feküdt a jobban, sajnálom, hogy elveszítettük a mérkőzést. A végén több olyan hiba is volt az én technikaim, illetve egy pár eladott labda, amit ki kell küszöbölnünk, tehát ez ilyet nem lehet csinálni a végén. Több technikai kitéltek a játékvezetők, ugye gyakorlatilag zéló tolerancia van a pályán. Játékosként mennyire nehéz ezt elfogadni, hiszen azért a játékhevő vannak olyan szituációk, amikor akaratlan is kicsúszik egyet mondat egy játékos száján. Igen, nagyon nehéz, hiszen a sportolóknak mindig nyugodtan és nyugodtan kellene viselkedni. Egy-két szituáció dühíti az embert, és nem sportemberhez méltó viselkedést vált ki, ugye. De nem szeretném most a játékvezetést bírálni. Én úgy érzem, hogy egy kicsit borult a mérleg, de ez ettől függetlenül is meg tudtuk volna nyerni a mérkőzést. Sajnálom, hogy így alakult, és valahol egy bravúrral vissza kell ezt hoznunk. Gratulálunk a győzelemhez. Azt hiszem azért ebben a csarnokban egy csapatnak nyerni mindig bravúr kategóriába megy. Mivel mutatott fel a Nyíregyházát, hogy láttad a pályam elől? Köszönöm szépen a gratulációt.
És azóta gratulálok én is a Nyíregyházának, hiszen egy nagyon izgalmas mérkőzést sikerült mégis a mi javunkra fordítani. Szépen felszívták magukat, azt kell mondjam, az utolsó negyedben, és amit azt gondoltunk, hogy magabiztosan tudunk hozni a játékunkkal, itt egy kicsit az a támadó játékunk szétesett. Vagyis hát azt kell mondanom, hogy az ígyszereket hagytuk ki, tehát mondhatjuk azt, hogy a Nyíregyháza hibákra készített, és utána ők ezt megbosszulták. Talán fizikálisan én azt mondom, hogy a végén jobban bírtunk, és talán jobban koncentráltunk a végén fejben. Az országban az asztali teniszklubok közül elsőként a Nyírbátorja se kapta meg a regionális utánpótlás és edzőközpont címet. A bejelentés után Nátán Rolanddal, a szövetség elnökével beszélgettünk. Nyírbátorban olyan munka folyik, nem is fogalmazok helyesen, hogyha azt mondom, hogy az elmúlt években, hanem inkább az elmúlt évtizedekben, amely méltán vívta ki a hírnevet, számos válogatott sportolót nevelt ki ez a klub, és a tevékenysége részben egyébként a földrajzi elhelyezkedése okán is határokon túl is terjedt, tehát nemzetközi szintű tevékenységet végez a klub. Ez év tavaszán írt ki a Magyar Asztali Tenisz Szövetség egy pályázatot, ami 4 darab utánpótlás centrum megnyitását, illetve támogatását tűzte célul. Nyírbátor mellett egyébként még 16 másik klub jelentkezett erre a pályázatra, és azt kell, hogy mondjam, hogy a döntés az Nyírbátor esetében nem volt kérdéses, azaz, hogy ez a klub azzal a munkával és azokkal az eredményekkel, amiket az elmúlt évtizedekben felvonultatott, illetve bemutatott, méltán érdemelte ki az utánpótlás centrum címet, ami nagyon fontos e tekintetben, hogy az itteni infrastruktúrális körülmények, a terem mérete, a felállítható asztaloknak a száma, a szállás lehetőség, illetve az elszállásolási lehetőségek, ezek mind-mind ideálisnak tekinthetőek az utánpótlás nevelés kapcsán. És a másik fontos tényező pedig a megfelelő szakmai háttér, a szakembereknek a rendelkezésre állása, ami Nyírbátorban megint csak adott, és azt látjuk, hogy az utánpótlás centrum cím elnyerésével ez tovább erősödött. Ezek a tényezők voltak tehát azok, amik miatt valóban nem volt kérdéses, hogy a Nyírbátori Asztali Tenisz Klub megkapja ezt a címet, és az első az országban, amelyik a szerződés aláírásával már meg is kezdte a munkát. Mi az elvárás a szövetség részéről, és mire számíthat az Egyesület a szövetségtől? Az elvárásunk tulajdonképpen a klub elvárásaival azonosak, tehát a klub tovább szeretné erősíteni a szakmai munkát. Ami viszont a régiós utánpótláscentrum címből fakad, az az a követelmény, elvárás, szándék, hogy az itteni munkát azt meg tudja osztani a környező településekkel, környező klubokkal, azaz edzőpartnerek kiválasztásában, edzések látogatásában, edzésképzés, edzőképzés tekintetében, és minden olyan fronton, ahol ezt a tudást ki tudja sugározni a környező klubokhoz, ezt megtegye. Nyírbátor erre nyitottság és fogadókészség volt nyilvánvalóan a pályázat, és ezt mutatja, tehát ez az egyik legfontosabb elvárás. A másik viszont, ami azt gondolom, hogy megint csak egy nagyon komoly perspektívát nyit, nem csak a Nyírbátori asztali teniszben, és nem csak Észak-Kelet-Magyarország asztali teniszben, hanem az egész országéban, az pedig az a közös cél és szándék, hogy a nemzetközi hotspot minősítést elnyerje ez az edzéshely, ami azt jelenti, hogy megfelelő infrastruktúrális feltételeket és megfelelő szakmai hátteret kell biztosítani ahhoz, hogy a Nemzetközi Asztali Tenisz Szövetség a külföldi szövetségek és külföldi klubok számára edzéshelyszínként ajánlja Nyírbátort. Az elkövetkezendő 1-2-3 évben ezt a pályázatot kell közösen előkészítenünk, és nagyon reménykedünk közösen abban, hogy az egyetlen ilyen hotspot minősítésű edzéshelyszín Magyarországon, a budapesti Marciványi téri asztali tenisz csarnokon túl Nyírbátor szintén el fog nyerni ezt a címet, ami viszont már nemzetközi térképre is felhelyezi a klubot, nem csak az eredményei okán, de edzéshelyszíni szakmai háttere okán is. Nyírbátorban nőtt fel az egyik legreménytelibb magyar játékos, Magyaros Bence. Szövetség szinten mit lehet tenni a menedzselése segítésében azért, hogy befussa azt a pályát, ami esetleg előtte áll? Nagyon fontos a Benci esetében is, mint minden utánpótláskorú válogatott játékos esetében, hogy optimális legyen a felkészülés és a versenyeztetés aránya. Ez nyilván akkor tud optimális lenni, hogyha minden olyan fontos versenyre el tudnak utazni a játékosaink, amelyek illeszkedik a szakmai vezetés szakmai elképzeléseibe.
elképzeléseibe. Tehát az egyik legfontosabb ilyen tényező, hogy ennek a technikai, illetve anyagi hátterét biztosítsa a szövetség, ebben nincsen hiány. Tehát ma azt tudjuk mondani, hogy nem csak Bence, de minden válogatott játékos a szakmai vezetéssel egyeztetett módon minden olyan nemzetközi versenyre el tud menni, amelyik a fejlődésükhöz szükséges. A másik nagyon fontos ilyen tényező, hogy olyan szakembereknek a munkája, illetve kezei alatt fejlődjenek ezek a gyerekek, illetve ezek az utánpótláskorú játékosok, akik teljes erejükkel az asztaliteniszre tudnak koncentrálni, és minden egyéb külső tényezőt ki tudnak zárni. Ehhez nyilvánvalóan megfelelő motiváltság kell, ez azt gondolom, hogy a válogatottok esetében adottság. A másik pedig, hogy egy olyan anyagi biztonság, egy olyan egzisztenciális biztonság, ami valóban nem tereli a figyelmüket. Úgyhogy a szövetség a maga részéről legalább ebben a két tényezőben kell, hogy megfelelő bázis, megfelelő hátteret biztosítson. Mi ezt az elmúlt években már megtettük, és a jövőben természetesen csak ebben fejlődnünk kell. Nem térnék olyan részletekre, mint a megfelelő sportorvosi háttér biztosítása, mint az olyan sporttudományos eredményeknek a felhasználása, illetve bevonása, amik a válogatott játékosoknak különböző fizikai paramétereit és biológiai paramétereit méri, és az edzést ennek megfelelően állítja be. Szóval sok olyan tényező van, ami ezeknek a tehetséges sportolóknak a fejlődését elősegíti. Ez tehát a szövetségnek a feladata, hogy ezt biztosítsa. Idén Európa-bajnokságot rendez Magyarország, elnyertük egy világbajnokság rendezési jogát, és ez azt jelenti, hogy jó néhány szűk esztendő után visszakerül Magyarország a sportág térképére? Én azt gondolom, hogy egyértelműen ezt jelenti, hiszen Európa-bajnokságot utoljára 1982-ben rendezhetett Magyarország, illetve Budapest. Ez egy óriási bizalom az Európai Asztaliteni Szövetség részéről, amit természetesen kitartó és sziszifuszi munkával sikerült felépítenünk. A világbajnokság rendezési jogának az elnyerése pedig azt gondolom, hogy a legnagyobb sportdiplomáciai siker, amelyet a Magyar Asztaliteni Szövetség az elmúlt, hát azt kell mondjam, 50-60 évben elért, hiszen 1950-ben volt utoljára Budapesten világbajnokság. Ez nyilvánvalóan a sportág legnagyobb seregszemléje, az olimpia mellett a legfontosabb verseny. Ennek a rendezési jogát elnyerni valóban egy óriási fegyvertény. Ami különösen fontos a tekintetben tehát, hogy sportdiplomáciai tekintetben is visszakerült a magyar asztali tenisz a nemzetközi térképre, hiszen szerencsénkre azt kell, hogy mondjam, hogy a sportolók eredményei révén mindig is a nemzetközi térképen maradt. Az utánpótláskorú játékosok is és a felnőtt játékosok is hozták azokat az eredményeket, amelyek ezt biztosították. A sportdiplomácia nyilván abban a tekintetben fontos, hogy ez a tényező is meglegyen a versenyzőink mögött, hogy ők minél eredményesebben és minél sikeresebben tudjanak versenyezni. Öt forduló után is pont nélkül áll a Szuperligában a Nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NTK legutóbb a Szegvár otthonában szenvedett 7-1-es vereséget. Tudtuk, hogy az első négy fordulóban nem sok keresni valója van a Nyíregyházi Teke Klub csapatának, azonban itt az ötödik fordulóban, amikor már Szegvárra látogattunk el, ott már egy kikimérkőzés kellett volna játszanunk a Szegvárral. Ez úgy néz ki, hogy meg is volt. Fontos pár arcokat felvállaltuk, megpróbáltuk begyűjteni a csapatpontokat. Rendre elbuktuk néhány fákkal a belső szetpontokat, és azt lehet mondani, hogy egy igen szoros csatában mégis 7-1 arányú vereséget szenvedtünk, ami abszolút nem tükrözte a mérkőzést. A elét eredményekben, a fákba hogyan állnak a játékosok? Még talán úgy érzem, hogy nem égünk az igazán jó formákba, de azt lehet mondani, hogy most következendő 3 hét szünet majd arra jó lesz, hogy egy kicsit letisztuljanak fejbe ezek a rossz gondolatok, ezek a rossz teljesítmények, és egy új erőre kapva azt lehet mondani, hogy most már fontos mérkőzésekre koncentrálva a jobb teljesítmények is kijöjjenek a játékosokból. Hozzáteszem mindenképpen, hogy a Szlovenszki Tibor egyedül az, aki már a régi önmagát idézi, de a többieknek mindenképpen van még csiszolni valója az eredményén. Mennyire nehéz felpörögni egy csapatnak, mennyire nehéz motiválni a saját magát egy játékosnak akkor, amikor tudja, hogy nem nagyon van esélye az adott ellenféllel szemben, és a csapatnak sincs esélye az adott ellenféllel szemben. Valóban érezhető volt mindenki játékán, hogy úgy utaztunk el egyes mérkőzésekre, hogy csak tudjuk le, legyünk túl rajta valahogy, mert abszolút akármilyen összeállításban, lépünk dobóállásban sem tudjuk megszorítani ezeket a, azt lehet mondani, a nyár folyamán tovább erősödött sztárcsapatokat, és tényleg így nagyon nehéz még az edzésmunkát is úgy elvégezni, hogy tudjuk jól, hogy sokkal későbbre kell tartalékolni a teljesítményünket, és ezért is rögtön rosszkor ez a szegvári mérkőzés, amikor rögtön a
négy nagy csapat után kellett követnie ennek a párharcnak magunkat, de mindenképpen változtatnunk kell majd. Ez is munkában úgy érzem, hogy próbáljuk azért oda tenni magunkat. Nyilván érezhető, hogy nem olyan intenzitással, mert fejbe azért még nem nagyon tudtuk oda tenni magunkat, de mindenképpen azt lehet mondani, hogy most már egy kicsit profi felfogásban túl kell tenni magunkat ezen, hogy nagyon nehéz a sorsolásunk eleje, és most már valóban a nyertes mérkőzésekre kell majd koncentrálni, bár hozzáteszem, hogy majd a pálya felújítása is egy kicsit most akadályozni fog majd bennünket a felkészülésbe, de mindenképpen próbálunk például egy Kazincbarcikával összehozni egy edzőmérkőzést, hogy egyes hétvégék sem maradjanak kint, úgyhogy azt lehet mondani, hogy próbálunk mindent megtenni, hogy elmozduljon a csapat ebből a holdpontból, és innentől kezdve csak előre tudjunk gondolkodni. 5 fordulót követően és a bajnoki szünetet követően számotokra most kezdődik igazán a bajnokság. Hogy érzed, mennyire lesz nehéz felpörögni az első fordulók szereplése után? Én úgy gondolom, hogy a csapat mindenképpen fel fog tudni pörögni, hiszen ez az 5, illetve hát az első 4 bajnoki forduló az nagyon nehéz volt számunkra. Az 5. az már egy ilyen kiki meccsként fogtuk fel. Én úgy gondolom, hogy most már a nyerhető meccsek jönnek, és én úgy érzem, hogy a csapat az mindenképpen fel fog tudni pörögni erre a 5-6 fordulóra itt a végén. Jelenthet-e valamilyen nyomást az, hogy most már azért ott van mindenki a győzelmi kényszer? Én úgy érzem, hogy nem, mert ezért vagyunk a szuperligában, tehát ezért vagyunk a legmagasabb osztályban. Én úgy gondolom, hogy a csapatnak mindegyik tagja tisztában van ezekkel a feltételekkel, elvárásokkal. Én azt gondolom, hogy ezzel semmi probléma nem lehet. Saját magad teljesítményével mennyire vagy elégedett? Hol tartasz mondjuk a 100%-os állapothoz? Ez egy nagyon jó kérdés volt. Én úgy érzem, hogy ilyen 60-70%-nál vagyok körülbelül, mint ahogy szerintem a csapat többi tagja, kivéve talán a Szlovenszki TV-t, én úgy érzem, hogy ő 90-100%-on mozog. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokat tudunk most a következő 3 hétbe fejlődni, amíg a következő bajnoki mérkőzés nem lesz. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.